Két perc story! Welcome in Scotland! Miről híres ez az ország? Hát elsősorban William Wallace-ról. Mit kell róla tudni? Nagyjából 1270 környékén született, igen zűrzavaros időben, amikor is harmadik Sándor skót király váratlanul meghal, és a skótok rendkívül szuper ötlettel meghívják az angol királyt, hogy döntsön. Szuper terv, az angol király következőképpen látja ezt a dolgot. Egy erős, biztos uralkodóra van szükség, ki másra, mint rá, és megkormáztatja saját magát. Közben ráadásul elcipelteti magához a skótoknak a régi nagy koronázási szikláját, ez most is a Westminsteri apátságban található. Wallace eközben egyébként Franciaországba tartózkodik, és amikor hazatér, akkor szembesül az ország elnyomott sorsával. Rövid időn belül szembe fog kerülni a törvénnyel, máig nem tisztázott, hogy pontosan hogyan és miképpen történik, de egy biztos szerelme elvesztése ebbe igen komoly mértékben közrejátszik. Ezt követően a hegyi szabad csapatoknak lesz a vezetője, kisebb rajtaütéseket fog szervezni, azonban ahogy a hírneve növekszik, az angolok egy idő után egy komolyabb hadsereget küldenek vele szembe, és a Stirling Castle mellett egy hídnál fognak összecsapni. Előtte Wallace taktikusan kicsit megrongálta ezt a hidat, és a csata során, amikor az angolok hirtelen rászorulnak, összeomlik, és ennek köszönhetően meg tudják nyerni ezt a csatát. Ezt követően egyébként még több sikeres ütközetet fog vívni, azonban egy árulás miatt végül elfogják, és Londonba fogják cipelni, ahol felség árulás vándjával sújtják, és el is ítélik. A kivégzése sajnos nagyon brutális a korszaknak megfelelően, először felakasztják, majd kínpadra küldik, lefejezik, felnégyelik, úgyhogy nem egy túl jó befejezés, de szerencsére, ha lehet ezt mondani, mártír halálának köszönhetően a skótok nagyobb összefogással szembe kerülve az angol királlyal, Robert de Bruce vezetésével győzelmet aratnak, és rövid ideig vége Skócia elnyeri önállóságát. A téma egyébként Walter Scott számára is rendkívül érdekes volt, és rengeteget foglalkozott vele. És ha már a témánál járunk, akkor meg kell említsük az úgynevezett Rettenthetetlen című filmet, amit Mel Gibson főszereplésével láthatunk. Egyébként kiválóan ábrázolva a korszakot. És ha már Skócia, még egy dolgot meg kell említsünk, ez a Henry Crew, ami itt látható a fejemben. Haha, az itteni szarvasmarha. Két perc sztori, még látjuk egymást. But they'll never take our freedom!